ahol a tűz, a vízzel összeér, egy megfelelő helyen, ott megtörténik a csoda, Már nem tudom, hol hallottam, vagy olvastam ezt. Nem tulajdonítottam nagy jelentőséget ennek a mondatnak. Na de, kezdjük az elején. Egyszerű diák vagyok, mint a többi száz meg száz gimnazista. Egy kisvárosban, Szepsiben élek. A nyári szünet előtt a sulival megnéztük a városunk nevezetességeit. Gyertek beljebb. Mit mondjak? Nem igazán rajongok a sötét pincékért. Hihetetlen, de valahogy mégis a kedvenc helyem lett. Fiúk, lányok, le ne maradjatok! Mivel Kassa a városi rangot kapott, ők joggal ugye adót is szedhettek a kereskedőktől, és hát milyen a magyar kereskedő, megpróbálta kitalálni, kieszközölni valamilyen más út lehetőséget. Az első említett híres szülő, ugye Szepsi Csombor Márton, aki egy világutazó volt, illetve bejárta Európa belsejét. Mindent, amit látott, azt lejegyzett. Háó! Várjatok meg, lemaradtam! Hol van mindenki? Ezt nem hiszem el. Ez is lemerül. Hé! Hall engem valaki? Volt itt valahol egy öngyújtó. Krisztina tanárnő! Haló! Valaki! Ahó! Hol vagyok? Haló! Nem láttál itt egy gimis csoportot? Egy kicsit elkeveredtem. Üdv, szép leányzó! Sajnos nem értem minden szavadat. Én csak keresem az osztálytársaimat. Eddig a percig nem hittem, hogy létezik szerelem. Főleg nem első látásra. Egyáltalán hol vagyok? Hát honnan jöttél, hogy még ezt sem tudod? Imhol a Tatra megásodik, a vár pedig Zamoyski gróf tulajdona. Az úr 1883. esztendeje óta. Nem kell, hogy előadást tarts nekem a vár történelméről. És egyáltalán mi ez a maskara rajtad? Milyen év van most? Hát még ezt sem tudod? 1885-öt írunk. És minden zergevad az ilyen gúnyat hord. Rostan jók négy szalda, vagy ez lenni? Ezt nem hiszem el, mi történt? Még hogy zergevad az, meg Tatra? Egyáltalán, most kerültem ide vissza? Hol kószáltál, Gabika? Elnézést, tanárnő. Kicsit elbambultam. Amúgy tényleg? Hol a fenébe voltál? Eltévedtem a sötétben. Attól a perctől kezdve nem tudtam másra gondolni. A kíváncsiság nagy úr. Na, hogy másnap visszamentem a pincébe. Jó napot!
Jó nap volt! Tegnap voltunk itt a sulival, és nagyon érdekel engem ez a dolog, vagyis Szepsi történelme. Nocsak. Arra gondoltam, hogy lemehetnék ma is a pincébe? Persze, természetesen, lekísérem. Nem, ne fáradjon! De nem fáradok! Nem, én lemegyek egyedül, vissza! Nagy nehezen, de sikerült leráznom az urat. Lássuk csak, lemaradtam. Mobil. Utána öngyújtó. Nem működik. Miért nem megy? Ahol a tűz a vízzel összeér. Hey! Zerge vadász, hol vagy? Megvolt a módszer, és működött. Szabadon járkáltam 2023 és 1885 között. Azt nem tudtam, hogyan, de valahogy mindig visszajöttem a mába. És pontosan abba a percbe, amelyből elindultam. Jól van, ugye lemeltek a pincébe? Hát persze, tessék. Mondanom sem kell. Egyre gyakoribb látogatója lettem a Szepsi pincének. Ilyen alapos tanulmányt minden bizonnyal még senki sem írt ebben a témában. Sohasem gondoltam volna, hogy így talál rám a szerelem. Teltek a napok, hónapok. Olyan volt, mint egy romantikus film, amiben én és Kende vagyunk a főszereplők. Mert hogy Kendének hívták a fiút. Az érzés egyre mélyebb volt. Két életem lett. Az egyik a mában, a másik, ne nézzetek őrültnek, de 1885-ben. Kende! Na végre, szia! Na gyere velem, megalzunk. Gabika, nem tudom, honnan kerültél elévém, de leszel a feleségem? Igen, igen, leszek! De el kell menjek az Ergék után, a hegyekbe. Ne menj, kérlek! Jön a vihar, féltelek. Hisz, még egy menyasszonyi fajtát sem tudok venni neked. A hegyek nem könnyítették meg sorsunkat. 3 nap múlva a vihar elcsitultával keresésére indultam. Kende! Merre vagy? Kende! Így kaptam meg a menyasszonyi fátylat. Könnyeim patakká, a patak a meredek szirtem vízesését duzzadt. Fátyolformát öltött a víz. A mai napig sír a lelkem.
bánatom táplálja a fátyolvízesést a magas Tátrában. Időutazásaim abba maradtak. Nem volt többé miért, kiért. Próbálok tovább lépni. Ahol a tűz, és a víz.